a 21. században azok az országok sikeresek, amelyek a korszerű tudásra építenek. Ugyanígy Magyarország jövőjét kizárólag azt tudja biztosítani, ha az emberek versenyképes tudásra tesznek szert, és nem az, ha összeszerelő üzemként kullogunk Európa után. Magyarország sikerességének alapja az oktatás. Az oktatás, amely révén a nyelvtudás, digitális ismeretek, csapatmunka, kreativitás nem hiú ábránd, hanem a magyar diákok és pályakezdők millióinak a valósága. Ezzel szemben mi most a helyzet? Hogy érzik magukat a diákok? Erről beszél nekünk egy középiskolás tanuló Gyuláról. Nagy Péter Dávid vagyok, 15 éves, a Gyulai Erkel Ferenc gimnázium első éves diákja, és a Momentum ifjúsági szervezetének, a 10X-nek a tagja. A későbbiekben pedig jogot szeretnék tanulni. Ami a legjobban zavar a jelenlegi oktatási rendszerben az az, hogy rengeteg olyan anyagot tanítanak meg nekünk, amit a későbbiekben nem fogunk felhasználni, és ez nagyon sokat elvesz a szabadidőnkből, amit sokkal szívesebben fordítanánk nagyon sok más dologra. Ami még szintén nagyon zavar az az, hogy a fideszes elit megengedheti magának, hogy a gyerekeit elit iskolákba járassa, amiről a nagy részünk csak álmodhat. Nagyon remélem, hogy 2022-ben a Momentum azt megváltoztatja. Ígérem, megváltoztatjuk. Lehetőséget teremtünk arra, hogy mindenki, köztük Peti is, érvényes, korszerű tudást szerezzen. Kiváló példa erre a finn oktatási rendszer, vagy hogy egy még közelebbi példát hozzak. Az észtek poszt-szovjet államként szintén képesek voltak arra, hogy létrehozzanak egy 21. századi és mindenki számára egyaránt elérhető oktatási rendszert. Hogy ez pontosan mit jelent konkrét intézkedések terén, az Tóth Endre, a Momentum oktatáspolitikusa fejti ki bővebben. Endre, tiéd a szó. Sziasztok! Az időutazás már pedig lehetséges. Erre a magyar oktatási rendszer a bizonyíték. Hiszen amikor egy diák ma belép az iskola kapuján, úgy érezheti magát, mintha időgéppel repülne vissza néhány évtizedet. Állami egyentankönyvek, krétaporos táblák, kőkorszaki számítógépek és életidegen lexikális ismeretek várják ott, ahol a jövőjét kellene megalapoznia. A magyar oktatási rendszer nem tudott lépést tartani a világ változásával, így a diákokat is egyre kevésbé tudja lekötni és felkészíteni a sikeres felnőtt életre. De lehet ezt másképpen is. A finn oktatásról a 70-es, 80-as évben senki se hallott, aztán végigvittek egy tudatos reformot, és most övék a világ legeredményesebb oktatási rendszere, ahol a világon a legkevesebb házi feladatot adják fel, és nem rándul görcsbe a gyomra a diákoknak iskolába menet. Ahol tisztelet övezi a pedagógusok munkáját, és 10-szeres a túljelentkezés a tanárképzésre. Ahol nem okoz gondot a szülőknek az iskolaválasztás, mert minden iskolában hasonlóan magas színvonalat találnak. Ideje Magyarországon is egy modern oktatási rendszer alapjait letenni. Ideje a politika vasmarkában született túlzsúfolt alaptanterv helyett egy modern magtantervet létrehozni, ami a lexikális tudás helyett a megszerzendő készségeket és kompetenciákat írja elő. Az iskolák számára pedig ki kell nyitni a lehetőséget a helyi tantervek elkészítésére, mert csak egy sokszínű oktatási rendszerben találja meg helyét minden pedagógus és diák. Idegen nyelvtudás, informatika, pénzügyi jártasság és médiatudatosság nélkül már nem lehet eligazodni gyorsan változó világunkban. A magyar diákok mégsem tudják elsejteni ezeket a készségeket. A 35 év alatti magyar fiatalok 40%-a egyetlen idegen nyelven se beszél, és a digitális teszteken is messze alul teljesítenek a diákjaink. Ez nem maradhat így. Fejlesztenünk kell az informatika és idegen nyelvoktatást. Be kell építenünk a tantervbe a programozást és a modern világban fontos készségek fejlesztését. Az előttünk álló évtizedekre kell felkészítenünk a diákokat, hogy sikeres és kiegyensúlyozott felnőtt váljon belőlük. Az a nagy szerencsénk, hogy az elhanyagolt iskoláinkban is még akadnak kiváló pedagógusok. Nekem például Ági néni, az alsós tanítónőm volt az egyik legjobb tanárom. Szívét, lelkét beletette a tanításba, miatta tudom, hogy csak magunkhoz szabad mérni a teljesítményünket. De ahhoz, hogy minél több kiváló oktatói teljesítmény születhessen, hogy minél több Ági néni taníthasson az iskoláinkban, a pedagógus hivatást újra meg kell becsülni. Mert mondjuk ki a nyilvánvalót, Magyarországon jelenleg nem vonzó pedagógusnak lenni. Az Orbán kormány egyszerűen cserben hagyta ezt a szakmát. Ezt minden pedagógus érzi, mikor a fizetéséből alig jön ki a hónap végére.
mikor nem dönthet arról, hogy melyik tankönyvből tanítson, mikor neki kell a fénymásoló papírt vinni az iskolába, mikor egyszerűen kimarad az oltási tervből, hiába kockáztatja az életét nap, mint nap. 4809 szakember hiányzik a hazai oktatási rendszerből. 20 éve nem volt ilyen alacsony a pedagógusok szám Magyarországon. Ebből lesznek a végtelen túlórák, a kezelhetetlen nagy osztálylétszámok, hosszú távú helyettesítések, emiatt tanít a német tanár angolt, és emiatt ég ki olyan sok kiváló szakember. Ráadásul minden tizedik pedagógus már elmúlt 60 éves. Ha nem történik gyökeres változás, akkor hamarosan nem lesz, aki tanítsa a gyermekeinket. Kormányváltás után azonban új időszak köszön majd az oktatási rendszerre. A Momentum általános béremelést javasol a szektorban, hogy a pedagógusok fizetése végre meghaladja a diplomás átlagkeresetet. A kezdőbéreket különösen meg kell emelni, hogy egyetlen pedagógus se vigyen haza 250 000 forintnál kevesebbet. A tanítás szabadságát is vissza kell adnunk a tanároknak. Ezért visszaállítjuk a tankönyvválasztás szabadságát, utat engedünk az innovatív pedagógiai módszereknek, csökkentjük a pedagógusok leterheltségét, és munkának ismerjük el a tanórákra való felkészülést is. Növeljük a pedagógus asszisztensek számát, és 5 évente kivehető alkotói szabadsággal előzzük meg a pedagógusok kiégését. A kormány közönyét a pedagógusok mellett a nehéz sorsú tanulók szenvedik meg leginkább Magyarországon. Valóságos oktatási kasztrendszer alakult ki itthon, amely az óvodától elkezdve külön utakon neveli a jómódú és a szegény szülők gyermekeit. Mi a Momentumban hiszünk abban, hogy minden diáknak jár egy esély, szülessen bár egy borsodi zsákfaluba vagy a Rózsadombra. Az iskolában a tehetség és a szorgalom döntsön, ne a családi háttér. Ezért megszüntetjük a krónikus szakember hiányt az oktatási intézményeinkben, és megerősítjük a pedagógiai szakszolgálatokat. Visszaállítjuk 18 évre a tankötelezettséget, mert nem elfogadható, hogy végzettség nélkül lökünk ki tinédzsereket az iskolapadból. Iskolabusz programot indítunk, hogy senkinek ne okozzon gondot az iskolába járás. Minden 10 éven felül diáknak tabletet vagy laptopot adunk, hogy a digitális készségek ne csak a középosztály gyermekeit illessék meg. Szélesre tárjuk az egyetemek kapuit, és az első diplomát ingyenessé tesszük mindenki számára, mert a tandíj nem lehet gátja senki tovább tanulásának. Emellett vissza kell illesztenünk az iskolákat a helyi közösségekbe is, ahonnan a fideszes oktatáspolitika hentes bárgyai kivágták őket. A Klebersberg központ nevű bürokratikus szörnyszülöttet megszüntetjük, és önkormányzati társulások kezébe adjuk az iskolákat. Nem lehet többé politikai kinevezetteket ráerőltetni az intézményekre. Újra minden érintett véleménye számít majd az igazgatói kinevezéseknél, és visszavesszük a Fidesz alapítványokba szervezett egyetemeinket is, mert a párt politikának nincsen keresni valója a felsőoktatásban sem. Minőség, megbecsülés, autonómia, innováció, lehetőség minden diáknak. Ezek a Momentum oktatás politikai alapvetései. A kormányváltás után ezekre alapozva építünk majd egy 21. századi oktatási rendszert.